Afganisztáni civilek tízezrei menekülnek a tálibok elől, akik pénteken elfoglalták az ország második legnagyobb városát, Kandahárt, ami stratégiai jelentőségű nemzetközi repülőtere és ipari létesítményei miatt. Az országban drámaian romlott a helyzet azóta, hogy májusban megkezdődött a nemzetközi erők kivonása. Júliusban több mint 1000 civil halt meg a harcokban. Az ENSZ humanitárius katasztrófára figyelmeztet. A konfliktus sokkal gyorsabban terjed, mint amire számítottunk, mondja a világélelmezési program szóvivője. Az erőszakos cselekményekkel járó emberáldozatok száma hatalmas, jelentette ki az ENSZ menekültügyi ügynökségének szóvivője. Az ENSZ missziója arra figyelmeztetett, hogy ha az erőszak mértéke nem csökken jelentősen, akkor Afganisztánban idén több civil hal meg, mint ahány halálos áldozatot valaha regisztráltak egy év alatt. Különösképpen aggódunk a konfliktus nőkre és lányokra gyakorolt hatása miatt. Az ENSZ arra kéri Afganisztán szomszédjait, hogy tartsák nyitva határaikat a menekülők előtt. Több ezren közülük a fővárosban, Kabulban húzzák meg magukat, sokan az utcán alszanak, van, akit a külvárosban szállásoltak el használaton kívüli raktárépületekben.